Na Halihogy, doktor Antal Mário, úszunk tovább a vacológia tengerén, úgyhogy kezdjük is. Sokadik rész egyébként, és 24-et ölt 16 kör alatt. Az kereken másfél kill per kör. 58% fejlövés. Igen. Kicsit volkolgat. Nautilus várja őt dzsungléban, de nem várja jungleben. Mégsem várja. Shorton lövi azért, aztán át se lehet lőni szerintem. Ott azon az átlőhető részen. Vagy hát lehet lőni, mennyit sebez kettőt? Írja meg valaki, hogy azt MP9-el van-e értelme lőni, bár biztos, hogy nincs. Hoppá. Elhalálozott a gyanúsítottunk. Mi az? Két desert, egy P250, egy revolver, egy glom. Így támadnak a terroristák a 18. körben. 9-8-nál. És 8-9-nél az ő szempontukból. Homok dűne P250, megismertem anélkül, hogy megnéztem volna a nevet. Az MU az lehet, hogy VH-zik, de ez a gyanúsított nem tudom. De az a mozgás neki, nézzétek már, az MU-nak az a mozgás. Kicsit lagos az öcskös. Jó, igen. Fegyvercsere, mert ő dezertel. Tehát nem azzal van a baj, hogy kinéz lépcsőre, hanem hogy pont olyan magasságban is. Miért pont olyan magasságban, ahol a feje van? Miért nem lejjebb? Mert lehet lentebb is lehet a feje, ez VH. Egyébként. Na, VH-zik. Ez... WHP WH WH WH. Cserélnek UMP. Figyeld, tisztán tudni fogja. Ja, most kanyu visszafordul, tudod? Tudod, kanyu még visszafordul. Ja, hova is kell? Ja, megyek már. Ja, hol van? Connector, jó, akkor vissza meg, puff, one tap. Nem tudom honnan jön, de ha tudom, amikor meghalom az infót, már tisztán oda tartok és el is kevem egy golyóból. Fejre. Negatív. Negatív. A rejthetetlen. Amikor próbálod rejteni, de nem jön össze. Dobott egy smoke-ot, na megint figyeljétek. Így össze-vissza néz, de utána amikor már úgy kell, akkor már oda fog tartani, ahová kell, és el is lövi. Majd figyeljétek meg. Egy kis blokkolási egymás mögött, itt felakadva. Nautilus megölte a bulldogot. Látod? Amikor már úgy kell, akkor oda fog tartani, ahová kell. És szerintem mai mozik is. Nincsen missat. Ha pisztolyal van, vagy valami fejbelő, hogyha a VP-vel van, akkor meg ellő egyből. Testre, ugye. 6-2. És így a fejlevés százalék is csökken az AVP lövések miatt. 66% csak. Vakítás, mindjárt átvált desertre, ja nem, AVP-vel figyelt. Látjátok, el fogja lőni mindig. Mindig el fogja lőni. Nem fog mellé lőni desert izével, VP-vel se. Se deserttel, ő semmivel nem lő mellé. Jön a foglaló smoke. Úgy látom mindenki máshogy dobja. Ott a parabolának annyi részéhez, ha tartod, az jó helyre megy, ott röviden el smoke-olja a VP-t, nem fogja látni a cinemából, cinemából nem fogja látni a középen érkezőket. Azt hittem elrántja azt is. Nem is követte le falon. Jézusom, előtt a cikcak. A cikcakba mentem haza. Nem cikcak volt az? Ezt akkor hogy hívják? Én néztem el. Nem, a cikcak az terrorista. Akkor a kivi lőtte el. 30-12-ben van, mondjuk az is erős. Jézusom, mit csinálsz? Hát, aha, kivis csal, de az, kikapcsolta a VH-t, hogy nem látja, hogy tolja fel a midet? Mit csinál ez a jók? Ez is hack VS, hack több, mint valószínű.
Vagy az jól játszik, és ez már bekapcsolta. Na, flash-elési, elfordulás, kivi, mindjárt átort, úgyni. Eltüzeli cinemát, meghalt a kivi. Lehet, hogy a kivi csak jól játszik, és ő meg inkább ezért bekapcsolta. Látjátok, ne, ilyet nem tudsz rántani mindig. Tehát nem létezik, hogy ne legyen mission. Csak valamilyen célzási segítséget is használ. Ugye mivel AVP-vel van, ezért lecsökkent nagyon a százalék, mert nem fejre lőtte őket le, és így nagyon lecsökkent a fejlövés százalék. Na, most mi történik? Most fejre ölte meg. A VH biztos. Rövehető. Megy, 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 és akkor drzz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 z
Mennyi van most? 2v4, 3. 2v3. A terroristák szemszögéből 2v3. Elhalálozott, jó hangulatban. Hát igen, én azt mondom, hogy azért azt megnézném azt a civilizási segítséget is azért. Bár a VH biztos, na halli, ez lett volna a Dr. Antal Mário, találkozunk a következő részben. Hello mindenkinek!